A győri Audi ETO KC megszerezte története 15. bajnoki címét azzal, hogy szombaton győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB1-ben. A csapat két fordulóval a bajnokság vége előtt biztosította be újabb aranyérmét, így nyugodtan készülhet a Bajnokok Ligája 4-es döntőjére, amelyet május 11-én és 12-én a Paplászló Budapest Sportarénában rendeznek. Az ETO az elődöntőben a norvég Vipers-szel, a másik ágon a francia Metz, az Ambros Martin vezette orosz Rosztov-Donnal mérkőzik. Két újonc csapat is lesz a Final Four, akik szerintem elég erősek, szóval nem lesz könnyű dolgunk. Hiába játszottunk a Vipersnál már két mérkőzést, úgy gondolom, hogy bennünk azért nagy bizonyítási vágy lesz természetesen, és hát nekünk nem szabad őket lebecsülni, hiszen ugye mind a két találkozón mi jöttünk le győztesen a pályáról, de nem szabad őket lebecsülni, hiszen nagyon jó csapatuk van. Az etós kézislányok évről évre szereplői a Final Fournak, és 4 alkalommal el is hódították a Bajnokok Ligája trófeát. Az idény megkoronázása a 4-es döntő, amely a játékosok szerint máshoz nem hasonlítható esemény. Az a jéghegy csúcsa, tehát ezt nem nagyon tudod modellezni, nem nagyon tudod mivel összehasonlítani, azért ott már csütörtökön elutazunk, a szállodába alszunk, két nappal előtte találkozol az ellenfeleiddel, nagyon nagy médiafelhajtás, nagyon-nagyon sok ember jön ki a mérkőzésre, úgyhogy úgymond egy feszültség, egy nagyon nagy izgalom van benned, hogy képes legyél mindazt megmutatni vagy kiadni magadból, amire készültél, meg hiszen ez az egész szezonnak úgymond az íja pontra, tehát ezért dolgoztunk 8 hónapot, úgyhogy azért van egy kis úgymond izgalom, de úgy gondolom, hogy ezt el tudjuk bírni, és ez 2 évig, vagy 3 éve már sikerült, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy most is. Az Audi ETO a végső győzelemre pályázik, ehhez az elődöntőben a Vipers-t kell legyőzni, ez ebben az idényben kétszer már sikerült. Ha a fináléba jut a Győr, elképzelhető, hogy a Rosztov lesz az ellenfél, akkor pedig összejöhet a nagy találkozás Ambros Martinnal, az ötvehérek korábbi sikeredzőjével. Tanyi Gábortól megtudtuk, mit mondana akkor a spanyol mesternek. Ambrosnak azt mondanám, hogy az mérkőzés elején, hogy sok sikert, a mérkőzés végén pedig az, hogy nem baj, majd legközelebb sikerül, de természetesen nem akarom elviccelni vagy elpointírozni. Az Ambros egy kiváló ember, egy kiváló szakember, aki nagyon-nagyon komolyan letette a sikerek alapjait. Mi próbáljuk folytatni, ott egy mérkőzés lesz a sok közül, én nem tulajdonítok ennek akkor a túlzott jelentőséget, amikor pedig vége van a mérkőzésnek, minden megy ugyanúgy tovább. A győri önkormányzat ezúttal is közös szurkolásra vár mindenkit a Dunakaputérre, ahol óriás kivetítő épül a szombati és vasárnapi mérkőzésekre. Az ünneplést a tavalyi évhez hasonlóan nem vasárnap késő este a budapesti döntő után közvetlenül, hanem május 13-án hétfőn 18 órakor tartják a Dunakaputéren.